Na, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és most ebben a videóban nem más úgy csinálni, mint perkét fogjuk kiszabadítani. És itt tart velem Carlos. Hello! Hello! Na, és srácok, mielőtt azt gondolnátok, ez az ötlet nem magamtól jutott eszembe, ezt az egyik kedves nézőm adta ezt az ötletet, szóval mielőtt még azt mondanátok, hogy én ilyen meséket nézek, vagy bármi, akkor egy köcsög vagy. Jaj. Szóval igen, ezt egy kedves kommentelőm írta. Szóval ja, annyi a lényeg, hogy mindjárt meg is jutottam amúgy, hogy mi a helyzet. Itt egy kanyon, és hát Csóri Eperke, hol van? Ott van benne az üregben. Igen, ott van benne valódott az üregben, és hát igen, oda kell hozzá először is lejutnunk, de ez mindenféleképpen kell legalább egy csákány, egy kőcsákány, ugye hát egy kőkar, meg ilyenek. Hát szóval, igen, főleg blokkok, majd hogy ugye kiüssünk, szóval ez azért kicsit fel kell szerelkezni. Szóval így az elején most bányázgatunk, meg ilyenek, és akkor megindulunk, meg ilyenek. Na srácok, van egy pár fa blokkom, csináltam még egy crafting table-t. Hihegek. Jó van, csinálok egy gyors egy facságen, és akkor szedek izét, követ. És de akkor... itt egy hull, piros hull. Úristen, edd meg. Az eperke valami maradványa, vagy mi? Lehetséges, hogy ide... Vagy tudom az eperkének, mert... Lehetséges, hogy eperke, koki. Szia. Hát akkor most a kaki parad vagy. Jó, nagyon jó, te meg azt a fogod a kezedbe. Megfullastalak. Nem hiszem. Ott kijött. Menj. Jó. Nem hiszem. Te, jó vagy. Istenem. Jó, most nagyon jó, van 6 darab kövem, ezzel most mit kezdjünk, Carlos? Mondd el. Edd meg. 6 darab követ? Igen. Nem rossz ötlet. Jól van, akkor bányászunk itt fájdalommentesen. Te addig leestem a... Mindegy. Te addig szerezzél már valami kaját, lehetőleg amúgy. Már szereztem. De jó vagy. Ugye? Ja, akkor én szedek követ, aztán akkor mindjárt szépen csináljuk a kőtucokat, aztán kezdődik a bevetés. Amúgy máshogy is, mert ott van lenn víz. Jó, mindegy. Így egyszerűbb, de amúgy feljutni majd úgyis nehezebb lesz, szóval azért majd kellenek ám blokkok. Na! Szépen kraftolunk egy izét, sütőt, és akkor kisütjük a kaját. Hol a kraftolóval? Itt van. Itt van a izé, süss ki a kaját. Adj. Mit? Tessék, ott van. Zé. Fat. Fat. Ja, fat. Tessék. Fat. Király, megvan a nagyjából, megvannak nagyjából úgy látom a cuccaink. Nem, még egy kart kell. Ja. Itt van egy. Egy, meg még egy. Király. Megkapod a facsemetét is. És a blokkokat én meg elhozom magammal. Na, srácok, kisültek a húsok, és akkor én amondó vagyok, hogy akkor induljunk meg. Adj ide a húst. Itt egy nyúl, meghalsz. Hagyjad a szegény nyulaskát. Na, gyere Carlos, menjünk le. És mentsük ki. Hol a víz? Ott a víz. Figyelj. Az vissza a cuccom! Tessék! Ne! Ennyi? Ennyi. Biztos? Biztos, eskü. Nem. Igen. Dani, várj, ezt neked adom. Köszönöm szépen, majd ezt odaadom Eperkének. Hú, ezt is. Itt van Eperke. Kedveskedünk. Várjál, be kell lépteni, óvatosan.
Ude király. Szia Perke. Hello. Amúgy ez jó könnyű volt, már nem azért, ezt ő is megtehette volna. Ja, lehet nem volt blokkja. Figyelj, nézd adok ilyet. Szia Perke. Kedvelsz most? Köszi. Haha, Carlos, haha. Ne. Jó, nyugi. Na, Eperke, szépen kövess. Ne, bocsánat, Eperke. Kövess szépen, és most kiépítünk innen erről a csúnya helyről. Ne ütögess, Eperke. Nyugi már, ne öljétek meg egymást. Eperke molesztál. Na, várjatok, gyertek erre. Kösz. Jó, gyertek így. De nem ütögess, Eperke. Én mentettelek ki. Én mentettelek ki. Okos, Dani. Köszönöm szépen. Oda rakja, ahol a kő van felett. Na, szépen így fel. Úgy. Na jó, szia, Dani. De hallod, ő hogy fog kijönni, te okos gyerek? Nem tudom. Istenem. Látod, milyen bunkó ő Eperke? Nem törődik ve... Viszlát. Tépész vissza a faszopó. Megvan a kacsutait? Na ugorj le. Na gyere. Gyere szépen. Jó. Király, kim vagyunk? Vagy aki az elsőbbség, szia. Gyere, hogy csinál téged akartam. Srácok, ennyi volt ez az egész. Elmegy. Hova mész? Hello, Eperke. Lol, leesett. Oh. Hova mész? Most itt hagysz minket? Ez elfut. Itt hagy minket. De hát most mentettük meg. Eperke. Ne bunkó, hallod. Na jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy végignéztek ezt a videót, ha tetszett, akkor csapostok egy like-et és iratkozzatok fel. Sajnos itt tartott velem Carlos. Ah, fejétek meg a like gombot. Ne lök le, kösz. Azt a rohadt hátra kettes kezed. Na sziasztok! Hello! Na sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ebben a videóban meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan bírtok Mindside-os termékeket venni. Nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy hogyan lehet esetleg Mindside-os pólót, meg ilyesmiket kapni. És hát most erre végre sor került, ugyanis végre elérhetőek lettek a Mindside-os termékek. Nincs más dolgotok, mint feljöttek ugye át a Mindside weboldalára, vagy az MC shopra, de azt mindjárt megmutatom. Beírjátok, hogy www.mindside.hu, feljöttök, itt van felül, hogy termékek. Erre a kis termékekre ugye rákattintotok, és be fogok titeket dobni az mcshop.hu-ra. Ugye hát ezt a ezeket a termékeket nekünk ugye hát a mestermc-sek csinálják, szóval itt megtaláltok minket ugye hát az MC shopba, itt van egy Mindside. Ugyanúgy úgy is fel lehet amúgy jönni, de egyszerűbb a Mindside weboldaláról. Szóval ide feljöttök, itt van ugye a Mindside-os póló, és innenről már szerintem mindenki tudja, hogy hogyan kell vásárolni. Ugye kiválasztod a színeket, kiválasztod a méretet, kiválasztod bármit. Lehet rá akár feliratot is kérni, akármit. Mit tudom én, így néz ki ugye az egyedi felirat így a hátoldalán. És ennyire egyszerű. Több termékünk még valószínűleg majd lesz, most egyelőre még csak pólókat lehet venni. Szóval, hogyha szeretnél ilyen pólót, ezzel támogatsz minket is, meg igazából hogyha mondjuk egy rendezvényen találkozunk, és ott esetleg Mindside-os póló vagy össze, azért az mégis a királyabb, és könnyen felismerünk mi is téged, meg akár te is minket, meg minden. Szóval srácok, hogyha szeretnétek ilyen terméket venni, akkor az mostantól elérhető. Linkek ott lesznek a leírásban, hogy ezt hol tudjátok megvenni, és igazából ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Ha te is ki szeretnéd próbálni Magyarország egyik legeslegjobb szerver közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindside.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használnod, és ebből is a legeslegújabb verziót. Hogyha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájlt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik, és azután töltsd le a klienst és telepítsd. De hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a Mindcenterbe. Itt van, hogy Mindcenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználónevedet, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélsz, hogy nem vagyok robot, és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launchert. Beírtod, hogy play.mindside.hu,
És amint ezzel megvagy, már fel is tudsz jönni a IP-s szerverünkre, próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szerverét, és Magyarország leges legjobb IP-s szerverét.